Jó meg! Ez volt az a pillanat, melyre sok alsó és felsővárosi lakó évek óta várt. Az állami céltámogatással és önkormányzati teherátvállalással megvalósuló beruházás méltán nyerte el a lakosok bizalmát, akik élve a kedvező finanszírozási lehetőségekkel túlnyomó részt szívesen csatlakoztak a hálózathoz. 1980 és 90 között mindösszesen 5800 folyóméter csatorna épült a városban. A rendszerváltás után napjainkig viszont további 60 ezer. Most, hogy a 600 millió forintos beruházás keretein belül az alsó és felsővárosban is kiépül 15 kilométer csatorna, a korábbi 28%-os lefedettség eléri az uniós normák szerinti 67%-ot. A búcsúi szentmisét Salgó Ferenc kanonok plébános celebrálta, aki ez alkalommal a jubiláló házaspárokat is köszöntötte. Volt itt olyan pár, aki az 5. házassági évfordulóját ünnepli az idén, de voltak gyémánt lakodalmasok is. Minél több jó hatás hűségemben együtt élő házastársak, egymás szerető szülők és imádkozó Isten iránt engedelmes szülők veszik körül a gyermekeket, az nagy-nagy biztonságot jelent. Hagyomány, hogy az ünnepi szentmise keretében adják át a Szent Anna emlékplaketteket. Idén Masszi Ferencné, Weisz Endréné és Nagy József vehették át ezt az elismerést, akik példamutató keresztény életükkel, szolgálatukkal sokat tettek a plébánia közösségéért. Este Szabó István landművész koncertjére várták az érdeklődőket. Olyan szempontokat is figyelembe vesz a Virágos Magyarországért verseny kertész, tájépítész, város- és településfejlesztő, valamint turisztikai végzettségű szakemberekből álló bíráló bizottsága, mint például milyen növényeket ültetnek a városban, a burkolatok, utcabútorok minősége, a környezeti nevelés, a helyi lakosság részvétele a közterületek szépítésében, vagy a turisztikai látványosságok környezete. A jelentkező településeket 5 kategóriába sorolták, Pápa az 50 ezer fő alatti városok közt verseng. A jövő hét közepén Pápára látogató zsűri megtekinti a városközpontot, a főutak környezetét, a közparkokat, az intézmények, műemlékek környezetét és a közlekedési csomópontokat is.